Na hát, így nyerték meg végül is a Fölszállott a pávát, most már mindent értünk, és akkor filmekkel megyünk tovább. Vendégünk Drabancem Róbert, aki a témában mindent tud majd nekünk. Ugye 14 milliós nézőszámmal zárták az évet a magyar mozik, mármint a 2018-at, na csak kimondom a lényegét. Mi lehet ennek az oka? Ez az elmúlt évekhez képest jó eredménynek számít? Hát, ha a magyar filmről beszélünk, ugye van egy nagyon sajátos helyzet napjainkban, mert egyrészt nagyon megosztott a film, bár nem tűnik úgy kívülről ránézve a filmvilágára, de ezért nagyon megosztott. Különösen azért, mert a rendezők, illetve az alkotók egy része hát a mai finanszírozási rendszerrel szemben áll, más részük viszont ezt rendkívül pozitívnak tartja és nagyon jónak tartja, tehát így az alkotók között is van már egy vita. Ebből következően amiatt, hogy filmbe pénz áramlott, ennek az lett a végeredménye, hogy nagyon-nagyon sok szórakoztató film készült. Na most akkor ettől kezdődően nem egy olyan bonyolult dolog, hogy minden évben egyre többen járnak moziban, mert hát valójában a magyar film kiszolgálja a közönséget, megpróbál olyan szórakoztató vagy műfajfilmeket készíteni, amelyek vagy már népszerűek voltak, és akkor elkészül a x-edik folytatása, vagy pedig hát egy olyan műfaj, ami általában a közönség nagyon kedvel, hogy olyan műfajban készülnek ezek a filmek. Úgyhogy ebből a szempontból akkor nem kell meglepődnünk, hogy nem a művészfilmek, bár ha majd beszéltünk a művészfilmekről, ez sem teljesen igaz, de hogy nem a művészfilmek hozzák az igazi nagy nézőszámokat, hanem a szórakoztató műfajok. Igen, ugye itt több műfajt is érintettünk rögtön az elején. Melyek a legnépszerűbbek, ami a legtöbb emberbe vonzza manapság a mozikba? Hát persze a vígjáték, az mindig marad, az klasszikus szórakoztató rész. Érdekes módon a zenés filmek nagyon népszerűek, bár ez számomra furcsa, de attól függetlenül népszerűek a zenés film, vagy a zenés dolgok is. Hát akciófilmbe is készült, bár 18-ban magyar akciófilmek is készültek,
Bár azt a legnehezebb amúgy elkészíteni. Tehát az egy ilyen nagyon speciális filmműfaj, ami ezt tényleg nagyon kell érteni. Különösen a ritmusa miatt fontos a dolog. Ebben azért nem vagyunk annyira nagyon jók, de hát például az akciófilmek is nagyon kedveltek a nézőknél. És ugye itt van még a közkedvelt animációs film kategória. Yes. Például ugye a Gru, ami manapság letarolta az egész mozivilágot. A gyerekek és a felnőttek egyaránt imádják. Animációs film tekintetében hogy állunk? Hát animációs film tekintetében mi nagyon sokat, már most akkor a Krúdi Gyula átmoziról beszélek elsősorban, nagyon sokat vetítünk. Ez azért van egyrészt, mert támogatott az animációs film, persze nem a hollywoodi verzió, hát ennek van akár a magyar, akár az európai filmben vannak ilyen animációs kísérletek. Másrészt meg, ha valaki eljön egy animációs filmre, akkor valószínűleg hozza a gyerekét is, a gyerek hozza a nagymamáját, nagypapáját, szülőket, tehát hogy ez egy ilyen nagyon jó bevételforrás az animációfilm, mert nem egy ember megy el, hanem egy nagyobb közösség. Konkrétan moziba. Családi program, így nagy van, családi program. Családi program, mint hogy bábszínházba is családban járnak az emberek így animációs filmekre is. Akkor itt nem kell csodálkozni a nézőszám, magas szám volt. A mozik általában specializálódnak is erre. Mondom, amiatt, hogy különösen az európai animációt támogatja a különböző források, másrészt pedig amiatt, hogy hát így automatikusan behúzza az embereket. Tehát nem kell különösebben semmit tenni azért, hogy jöjjenek, ez automatikusan jönnek. Igen, és ugye nem csak az animációs filmek azok, amik nagyon népszerűek voltak az elmúlt években is, hanem a sci-fi. 2017-ben például a Star Wars az gyakorlatilag robbantott minden kasszát, és szenzációs bevételeket hozott. Hát abból most hagyd ne menjünk bele, hogy ez kifélye a Star Wars, mert szerintem nem, mert ugye nem akarunk most itt műfaj elméletekkel foglalkozni, de a fantasztikus film azt lehet mondani, de hogy nem kifi, az szinte biztos. Ugye, mert ez kifi az valami olyasmi lenne, amiben a tudomány játsza a főszerepet. Na most ott a Star Wars-ba minden a csak történet játsza a főszerepet. Tehát egy olyan klasszikus hollywoodi séma, csak éppen nem Los Angelesben játszódik, nem New Yorkban, vagy nem Nyíregyházán játszódik, hanem a Marson, vagy egyéb más. Egy távoli galaxisban játszódik, amely valószínűleg így nézhet ki, és akkor ott is vannak ilyen szerelmi történetek. Tehát ez egy klasszikus, romantikus film, amelynek egy ilyen sajátos környezete van. Valószínűleg persze, aki sokat foglalkozik filmmel, persze jól tudja, hogy az mit jelent az emberek számára az elvágyódás, mit jelent az illúzió, és hát mi ezt az elvágyódást is, ezt az illúziót nyújtja számukra a film, ezért népszerűek lesznek. Bár nem mindegyik. Tehát most a Solo film, ami utoljára ment, mi is vetítettük, azért az nem lett akkora nagy siker, sőt én úgy tudom, hogy még a forgatási költséget se érte el még jelen pillanatban, és még a marketing költségről nem is beszélünk, ami azért szintén egy jelentősebb összeg szokott lenni így a büdzsén belül, de hogy nem lett akkora siker, mint amit elválnának magától egy Csillagok háború, vagy ehhez köthető sorozathoz köthető filmről. Ez engem meglepett. Én azt hittem, hogy az is tarolt, tehát így a Star Wars az így húzta magával. A kritikái jó voltak a filmnek, tehát jókat írtak róla, az újszerűséget és ennek a karakter, amúgy is egy jó karakter a filmen belül, tehát ennek a karakternek így a sajátosságai, de érdekes módon nálunk se futott annyira. Tehát én konkrétan tudom, hogy a moziban se futott annyira, még akkor is, hogyha mi is tudunk 3D-be vetíteni, tehát hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy jó dolog, hogy 3D, és akkor több néző lesz. Szűk. A 3D-s közönség szűk. Nem elég. Nem jött át annyira a moziban a 3D. Szűkebb réteg, mint mondjuk a tipikus, hát nem is tudom, réteg filmek, vagy művészfilmeknek nevezzük ezeket? Hát nem, a tanár nem. Hát a legbelső kör az persze a művészfilmek világa, mert hogy azért oda olyan közönség jár, aki már pallérozott. Tehát a film pallérozottság szükségeltetik hozzá. Hát ha valaki valamit nem ért, akkor az unatkozik. És akkor ha unatkozik rajta, akkor úgysem megy el megnézni. Tehát hogy azért kell egy beállítódás, előzetes tudások szükségeltetnek hozzá. Meg hát igen, esztétikum, szép érzék, tehát csomó olyan dolog, ami nem egyértelmű, hogy megvan mindenkiben. Fogékony a magyar közönség az ilyen típusú művészfilmekre? Hát a magyar művészfilm, most akkor a magyarnál maradjunk, tehát ne az egyetemes, a magyar művészfilmekre igen. Hát egy ilyen városban, ugye megyeszékhely is, sok iskolával, sok értelmiségi, diplomázott, szóval van egy réteg, egy értelmiségi réteg, azok számára fontos. Nem csak az, hogy művészfilm, mert az már úgy kevésbé fut, de a magyar, az fontos. Hogy a magyar film, magyar művészfilm legyen, vagy akár magyar, hát csak így, magyar film legyen, az fontos.
Igen, ezt mi is tapasztaltuk, egyre több a magyar film, látjuk és szeretjük őket. Én nagyon szeretem a magyar filmeket, és ráadásul én tipikus moziba járó vagyok, vígjáték fogyasztó vagyok, úgyhogy a magyar vígjátékokért meg végképp oda vagyok. Én nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad nekünk ezeket a dolgokat, és kívánunk rengeteg magyar filmet és nagyon sok nézőt a mozikba. Köszönjük szépen. Köszönjük. És köszönöm szépen. Mi pedig akkor tánccal folytatjuk, ami magyar néptánc lesz, és hát nem rétegtánc, úgyhogy ismét nézzük meg Anett és Patrik előadását. Az Anett nótáját! Szerintem ez a tánc is szuper volt, és még fognak egyet táncolni nekünk ezek a csodálatos táncosok, de előtte Szatmári Istvánné Borika a vendégünk, aki nagyon különleges babákat hozott, hát ezek nem azok a tipikus babák, amikkel én játszottam gyerekkoromban. Abszolút nem. Milyen anyagokból készülnek, vagy egyáltalán van ezeknek különleges, speciális nevük? Ez textilbaba, egyszerű textilbaba. A formája dönti el, tehát én felnőtt babákat készítek, ezeket művészbabáknak hívják, ártbabáknak. És tulajdonképpen nincs hozzá se tankönyv, se semmilyen útmutatás, hogy mivel is tudunk elindulni. Teljesen a saját kútfő alapján kell készíteni, de annak idején, amikor én elkezdtem a babákkal foglalkozni, akkor fölkerestem egy iparművészt, aki babákat restaurált, és kértem tőle segítséget. 2 évig jártam hozzá, és nála tanultam sok olyan dolgot, ami most segíti a munkámat, és amit most nagyon föl tudok használni. Mikor kezdtél egyáltalán ezeknek a készítésével foglalkozni, és hogy jött az ötlet, hogy valaki babát készít? Hát ez egyszerűen abból, hogy nagyon szeretem a babákat gyerekkorom óta, és rettentően érdekelt, hogy hogyan készítik a babákat. Tehát utána néztem, hogy a porcelánbabák hogy készülnek a papírmasé babák, különböző technikák, és minden áron ki akartam próbálni. Bocsánat, egy kis vizet hadd igyak, jó? Egészen nyugodtan. Addig ugye látjuk, hogy fantasztikusan szép és igazán értékes anyagokat használsz fel a babákhoz, és nagyon-nagyon kidolgozottak ezek a babák. Egyébként maga a baba alapja is textilből Igen. készül? Az egész baba textil, és az arcát kézzel festem. Minden része textilből készül, és minden részét én készítem, tehát a ruhákat és a haját, mindent, cipőjét, bármit, amit szükséges hozzá, kis táska, mindent meg kell tanulni, hogy meg tudjuk csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon összetett munka,
sokan specializálódnak, hogy népművészeti babákat készítenek, vagy csak játékbabákat készítenek. Engem ez a világ ragadott meg, és én szívesen készítek ilyen romantikus stílusú babákat. Nagyon szeretek korhű babákat készíteni, ők egy szecessziós babapár. Pályázatra készült első díjas baba mind a kettő. Van egy kis társuk, ami egy árdekós babapár, szintén nemzetközi versenyen első díjasok lettek. Én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy ezek teljesen fantázia alapján készülnek. Nyilván utána nézek korabeli újságokba, könyvekbe, divatlapokba, különböző ilyen segítséget veszek igénybe, és annak alapján elkészítem. Nagyon sok idő fordítok arra, hogy az anyagokat összegyűjtsem, és sokszor évekig ott áll a fiókomban, és várja, hogy egyszer majd lesz belőle valamilyen baba. Sorra kerüljön. És hogyha már megvannak az anyagok, mennyi ideig tart elkészíteni egy ilyet? Mert ahogy a nézők is látták meg, Ditke is mondta, hogy tényleg nagyon aprólékos, tehát minden egyes kis négyzetmilliméterre az egészen fantasztikus. Mennyi idő elkészíteni egy ilyen babát? Legalább 2-3 hét kell hozzá. Tehát az elég babrás, mert azért maga a testet is megcsinálni, az ujjait megcsinálni, az egy külön munka, és hát mindegyiknek megcsinálom az alsó szoknyáját, a kis bugyiját, mindent úgy, ahogy annak idején viselték a hölgyek, és ez időigényes, tehát az elég sok időt fordítok egy-egy babára, nem szeretem összecsapni, tehát inkább ülök rajta egy darabig, és utána döntöm el, hogy most az az anyag jó lesz-e oda, nem lesz jó. Ha nincs pont olyan anyagom, akkor a világot be kell járnom érte, hogy találjak egy olyan anyagot, ami éppen oda való, vagy egy gyöngyöt, vagy egy fülbevalót. Járom a régiségpiacot, és keresem hozzá a dolgokat, hogy olyan dolgokat találjak, amit fel tudok használni a készítésükhöz. Különböző ékszereket szoktam vadászni, és akkor azokat szétszedem olyan méretűre, hogy ők is használhassák, úgyhogy hát mindenféle ilyen dolog. És ugye ez az idő, amit mondtál, ez már rutinos időnek számít. Az első babára emlékszel, amit készítettél? Ez mennyi idő volt? Meg is van. Az hogyan nézett ki? Az gyorsabban készítettem, mert akkor még azt hittem, hogy tudok babát készíteni, és akkor nagyon gyorsan úgy döntöttem, hogy hát ez semmi, hát megcsinálom én ezt gyorsan. Hát olyan is. Úgyhogy az mindig ott van nekem momentónak, figyelmeztetésnek, hogy így nem szabad. De azért nagyon szeretem azt a babát, csak azért az nagyon figyelmeztet engem arra, hogy mi mindenre kell még odafigyelni. De évről évre tanulni kell, tehát minden évben megyek az országos babakészítő versenyre. Most az idén Walesbe is meghívtak az angliai versenyre. Szeptemberben lesz, de már most el kell kezdenem hozzá dolgozni, hogy abból olyan baba legyen, hogy megmutatható legyen. Viszont nagyon sokat tanulok a többiektől, ahogy látom az ő munkájukat, sokszor vannak konferenciák ezzel kapcsolatban, és akkor az ott elmondatokból nagyon sokat lehet tanulni. Úgyhogy hát szépen a tapasztalatok rávisznek, hogy sikerüljön szépen megcsinálni. Úgyhogy játékbabákat is szívesen csinálok. Ők egy kicsit azért egyszerűbb dolog. De nyilván ott célpont, hogy nyúzhatóbb legyen, ha már játékbabáról van szó, igaz? Így van. Két kislány unokám van, és tulajdonképpen amióta ők megvannak, azóta készítek játékbabát is, mert ugye ők nem tartják babáknak ezeket, ők néniknek mondják is. De édesek. És mindig mondják, hogy nénit nem kérünk, csak babát. Nagyon aranyosak. Azt tudod, hogy eddig hány babát készítettél el összesen? Nem tudom. De évekkel ezelőtt volt egy kiállításom Fehérvár Csurgón a Kárai Kastélyba, oda 50-et vittem, 50 babát. Atya úristen, rengeteg. Az sok év munkája, tehát az egy gyűjtött dolog volt. Nem tudom, mert azóta sok hogy is mondjam, otthonra talált valahol. Nem szívesen adok el, tehát általában úgy van, hogy amíg megcsinálom, mivel elég sok időt töltök vele, megszeretem, és nem szívesen adom ki a kezemből. Viszont a babáidat hamarosan megtekintheti a nagy közönség itt Nyíregyházán is, hiszen kiállításra készülsz. Igen,
itt Nyíregyházán. Nem az első kiállítás, kis kiállításaim voltak az evangélikus iskolába, koronába, de csak ilyen szűk körben, valamilyen rendezvényel összevonva. És az igazából most van lehetőség arra, hogy megmutassak néhányat a munkáimból, főleg az utóbbi években elég sok sikeres pályázatom volt, azt is szeretném megmutatni. Most ide 30 ilyen jellegű egyedi babát hozok, és néhány olyan csoportos alkotást, ahol több baba is van, 6-6-ból áll, vagy 2-ből 3-ból, különböző tematikus pályázatokra készítettem azokat, úgyhogy azokat is szeretném, ha megnézhetné a közönség, úgyhogy remélem, hogy fog tetszeni másoknak, amit csinálok. Hát ebben biztosak vagyunk, hiszen minket is lenyűgözött ez a két baba. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elhoztad és megmutattad nekünk, és sok sikert a kiállításodhoz. Nagyon szívesen, én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, lassan a mai műsorunk végéhez érünk, de búcsúzásként még nézzük meg egy táncot Anett és Patrik előadásában. Aztán lehet, hogy mi is táncra perdülünk majd egy kicsit, úgyhogy inkább elköszönünk még most, mielőtt lehet, hogy nem túl stílszerű tánclépésekkel szórakoztatnánk a kedves közönséget. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottak, és természetesen jövő héten is várjuk Önöket vissza. Mi biztosan itt leszünk, reméljük, hogy Önök is kellemes hétvégét, addig is viszontlátásra. A mókos a kis fejlovam lába, térdig jár a nagy fekete sába. Szenvedj, lovam, szenvedj, szenvedj a hazáért. Én is eleget szenvedtem a kedves babám. Thank you.